A KVSE női kézilabda csapat az Eszterházi SC-t látta vendégül a másodosztályú bajnokság felsőházi rájátszásának 8. fordulójában, és tartalékos összeállításban 37-29-es vereséget szenvedett. A KVSE a mérkőzés időpontjának módosítása miatt mindössze 11 játékos tudott kiállítani. Többen munkahelyi elfoglaltság miatt nem léphetnek pályára. Karajos Orsolya és Tarjányi Szilvia sérültek. A kezdőcsapatból csak Szabó Kovacsics Mónika és Temes Bernadett vállalják a játékot. Teljesen felforgatott csapattal, más formációban és több, eddig kevesebb lehetőséget kapó játékossal vágunk neki a mérkőzésnek, amelyen a tisztes helytállás a célunk, nyilatkozta a találkozóval kapcsolatban Nagy Péter, aki a pénteki kiállítása miatt ezúttal nem ülhetett le a kispadra. A mérkőzés a 6. helyről kezdő Komárom és a 2. már biztosan a dobogón végző Egri csapat összecsapása ennek megfelelően sima vendéggyőzelemmel zárult. Az egriek az 5. perctől végleg magukhoz ragadták a vezetést, majd Zsinórban 4 gólt lőve az első félidő közepén elhúztak 11-4-re. A Komárom 5 gólra még fel tudott kapaszkodni, de a félidőre gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés. Ekkor 19-10 volt az Eszterházi javára. A 2. játék részben már 13 gól is volt az egriek előnye. A mérkőzés végén azonban a KVSE 8-ra dolgozta le a hátrányát. Érdekesség, hogy a sima vereség ellenére is egy komáromi, a 9 gólt szerző Temes Bernadett lett a mérkőzés legeredményesebb játékosa. Összességében szépen helytáltunk, tisztességes eredményt értünk el. A 2. félidőt meg is nyertük. Soha nem látott felállásokban játszottunk, így a védekezés gyengén ment, támadásban viszont szellemesen kézilabdáztunk. Nem tudom elmarasztalni a lányokat, mindent megtettek, ma ennyi volt a csapatban, tudtuk meg a mérkőzést követően Nagy Pétertől, akinek az együttese a 7. helyre esett vissza, és legközelebb a férfiakhoz hasonlóan vasárnap 18 órakor lép pályára, mégpedig a listavezető Békés Csaba vendégeként.